Ott jártunkkor is békésen úszkáltak a madarak a vízben, ám szerda reggel egyik társuk megsérült. A szerencsétlenül járt állat egy horgász felszerelésbe gabajodott oly módon, hogy egy halat is vontatott magával. A hattyú több járókelő is észrevette, ők szóltak Bolvári Ferdinándnak, hát ha tud segíteni az állaton. Egy úriember 7:30 és 8 között megszerezve a telefonszámomat fölhívott engem, hogy egy hattyú vergődik a vizen itt a piac tér magasságában. A többiek között, tehát mind a 7 hattyú, a 2 felnőtt és az 5 növendék is együtt van, és ez a hattyú látványosan vergődik. Mikor közelebbről megnézték, látták, hogy egy horgász felszerelésbe van belegabajodva, és még egy csukát is vontat maga után. Ez volt ez a háromágú horog, amely a madarat megsebesítette. A hattyút szerencsésen sikerült befogniuk és a horgot eltávolítani belőle. A mentéshez a gerilla kertészek elnöke több helyről is kért segítséget. Elkezdtem szaladgálni horgász egyesülethez, ők a tűzoltósághoz irányítottak. Sajnos mindenki segített volna szívesen, de nem tehetik meg. Ennek felsőbb okai vannak, és ekkor én elkezdtem önkénteseket szervezni. Így a természet őrrel együtt egy katamaránról sikerült megközelíteni az ilyet állatot és segíteni rajta. A csuka már nem volt rajta, de az a hármas horog, amin a csuka függött előtte, az a mozgása során a hátába került a hattyúnak. Bele volt a horognak a hegye a hátába fúródva, és a damil pedig az egyik lábára rácsavarodva. Tehát ahányszor mozgott a hattyú, hogy úszni próbál, a hármas horgot húzta bele a hátába, ezért voltak már fájdalmai. A horog eltávolítását követően vízre engedték a madarat, aki békésen tovább úszott társaival.